Aha, haha, na most próbáld meg kirabbantani bármit is az én világító tornyomból, meg a kikötőmből, hát nem fog összejönni, bocsánat. közelegnek az ünnepek, cimbora. Bár fogadjunk, most fáraszt a legjobban az iskola. Egyre rövidebb a nappal, délután lassan már sötétben érsz haza. Engem, mintha már ekkor elkapna az éjszaka hangulata. El is árulhatom számodra a szuper titkos szokásomat, én már ezen a ponton felszoktam kapni a pizsamámat. Mert hogy ez nem csak egy felső ruha. Egy hosszú nap után benne bátran játszhatsz, vagy telúzhatsz, és utána ledőlhetsz az ágyba. Vagy fordítva. De persze csak, ha már kész vagy a házival. A figurát biztonságban, a kártyád a párnád alatt, a párnád a fejed alatt, az álmaid pedig messze elkalandozhatnak. Például most a Rolex.hura. Végtelen sok szeretettel köszöntelek a Mesterfokon sorozatom 63. részében, amelyben sor kerül a kikötőnk befejezésére. Ismétlem, nem az előző részben, hanem most kerül sor a kikötőnk befejezésére. Mert hogy azt hittem, hogy a felszigetre egy világító építesz. Na meg? Én először azt hittem, hogy arra a szigetre egy világító torony fog kerülni. Nem de? <laughs> hát de épp ezt mondtam el az előző részben, hogy direkt azért hagytam ki neki itt ezt a kis helyet, pontosabban még az alapját is elkészítettem. Hát gyerekek, ne szívassatok már engem tényleg. Világító toron nélkül egy kikötő nincsen. Egyébként engem eszméletlenül ledöbbentett, hogy mekkora volt az érdeklődés az előző részre. Ugyanis valóban a csatorna visszatért, illetve a sorozat visszatért, ha neki tökéletes helyre. És pontosan tudom, hogy ez csak is kizárólag nektek, a feliratkozóimnak köszönhetem. Szóval, hogyha esetleg még te sem vagy a csatornának ilyen módon részese, akkor kérlek, hogy most iratkozz fel. Csak egy pillanat, ingyenes, és ezután fizikai képtelenség lesz, hogy egy videómról is lemaradj, esetleg. Viszont akkor most csurranjunk is át a nedörbe itt a naplementében, és javítsuk fel az elitránkat mindenképpen, mert már csak 25-öst bírna esetleg még, szóval ez így nagyon-nagyon gázos, viszont jönnek a zombi fight piglinek. Ó, hát én ezt a gyorsaságot szeretem. Nézd, hopp, fel is pörgött. Maxos szintű lett, úgyhogy Szerintem mehetünk is hazafele. Vagyis pontosabban nem haza, hanem egy alvás után a kikötőnkbe. Ugyanis már gyakorlatilag ez vált az otthonom már az utóbbi időben. Let's go, aludjunk a megemelt konténeren! Itt nekem egy ilyen tipikus fehér-piros világító torony szerepel az elképzelésemben, és éppen ezért elő is vettem a vörös, illetve fehér betonjaimat minden mennyiségben, és akkor szerintem vágjunk is bele! Nos, hát akkor egy rendkívül nemes dologhoz érkeztünk el még a világító tornyunk bekötéséhez. És hát gyanítom, hogy még nem is gondoltál erre, viszont ez is a világító rendszerrel együtt kapcsolható lesz. Tehát itt a legelő bárányunk mellett nem véletlen választottam a bekötés szót, mivel bele fogjuk kötni ebbe a teljesen szétágozó és egészen idáig elérő elektromos rendszerbe. És hogy hogyan is tesszük ezt? Hát fölvezetjük majd itt a jelünket. Viccelek? Hát nem is majd, hanem most. Nem kell várni a tapsra ehhez. Tehát itt most meghosszabb a jelünket, hogy biztonságban elérhessen. Csupán ennyi blokkal arrébb. Nem tudnám megtenni ezt a távolságot így? Ó, persze, hogy itt fogja. Szóval meghosszabbítjuk, mondom, meghosszabbítjuk, és aztán pedig ide teszünk egy restroom fákját, és ezt megismételjük még jó párszor, hogy a jel az itt szépen fölmehessen. Ez egy picikét lassú, viszont egyszerű jelvezetés lesz. És azt képzeld el, hogy már itt, ezen a ponton egy bizonyos dologra gondolnunk kell. Ehhez pedig fölmegyünk az épület legtetejére, ugyanis már most el kell döntenünk, hogy a lámpáink azok pontosan hogyan is fognak világítani a jövőben. Ehhez először is itt a daru tetején alszunk egyet. Aztán pedig, miután fölkelünk, megnézzük ezt a csodálatos épületet innen, és azt vesszük észre, hogy ugyebár van négy oldala ennek a lámpa szerkezetnek, és ugyebár minden oldalon van öt darab lámpa, hát jó, innen nem látszik a legjobban, viszont a tűzjátékom elfogyott, szóval gáz van. Légy szíves, légy szíves, ne játsz az idegeimmel, mert akkor lekaparhatod magadról a pixel foltokat, Jól van. <laughs> Ezért jó, hogyha van az embernek pocutca. Szóval, felmegyünk, és meg is mutathatom, hogy valóban négy oldalból áll ez a szerkentyű. Ismétlem meg szeretném mutatni, hogy tényleg négy oldalból áll. Ö jó, ez nem jött össze. De azért is meg lesz. Így megfelelő sebességgel és ide egy blokk. Meg is érkeztünk a tökéletes bemutatóhelyre. Tehát valóban 5 darabból áll egy ilyen szelvénye ennek a lámpa szerkentjűnek, és éppen ezért az egymással szemben lévőket fogom majd megvilágítani egyszerre. Így is kell majd valahogyan bekötni őket, ám innen csak egy állandó jel jön, tehát ugyebár vagy működnek a lámpák, vagy pedig nem, viszont ritka időközönként váltakoztatom ezt, hogy fel vannak a kapcsolva, vagy sem. Egyébként rá szeretném kötni majd az egész kikötő világítását egy napfényérzékelőre, és éppen ezért ugye de bár még ritkábban fog jönni a jel, nem pedig úgy, hogy mondjuk másodpercenként villanjon fel az egyik, illetve a másik oldal. Tehát a lényeg a lényeg, hogy ide készítenem kell egy kis időzítőt, ami, hogyha be van kapcsolva az összes fény, akkor ugye ugyebár majd jelet fog adni a lámpáknak, tehát azok villoghatnak. Amikor pedig ki van kapcsolva az egész kikötő világítása, akkor pedig az időzítő nem fog jelet adni a lámpáknak, és ezért azok nyugalomban maradnak. Na de ezt az időzítőt, ezt szerintem már ide lentre valahová meg kéne építenem, tehát még mondjuk följebb viszem pár blokkal, és ide pár töltsért letéve meg is csinálom az időzítőnket tessék, ez ugyebár négy darab egymásba fordított hopper, egymásba fordított töltsér, amiket meg kéne világítani, hogy lássuk őket, és akkor ebből most kettő darab reston komparátor lesz kivezetve. Legalábbis megpróbálom, hogy így ez hogyan is fog működni pontosan. Ide jön egy reston, ide pedig a kivezetése. Szóval elvileg most, hogyha ide bedobok egy itemet, akkor egyszer az egyik, egyszer pedig a másik fog világítani, és éppen ezért dupla annyi idejű villanást, dupla annyi idejű kimenetet kapunk itt, mint csupán csak az egyik töltsérből lenne kivezetve a jel. Nézd csak, itt kapunk ugyebár mindig akkor jelet, hogyha az item éppen ebben a töltsérben van benne. Tehát ugyebár forog az item, és amikor itt van, akkor ez kiad egy jelet. Viszont, hogyha én ebből is kivezetek még egy jelet, akkor hogyha ebben van, hogyha ebben van, mindkét esetben kifogadni jelet, és mivel négy darab töltsérben megy körbe-körbe az item, éppen ezért a kettő a négynek a fele, ezért az idő felében lesz jel, és a másik felében pedig nem lesz jel. Egyenlő ideig van, illetve nincs jel. Gyorsan kicsórok pár ragacsos dugattyút innen, és most, hogyha kijövök az estébe, akkor azon kívül, hogy láthatok creeperöket, még láthatom ezt a csodálatos kör alakú holdat is, ami felettébb érdekes, valamint azt, hogy jelen állapotban a lámpák azok föl vannak gyújtva. Tehát a kikötő az ég. Mármint nem olyan értelemben, hanem a világítása ég. Azt azért nem szeretném, hogy kigyulladjon szegény. <laughs> Mondjuk nincs is minek kigyulladnia. Hát nézd, minden betonból van, meg stb. Szóval, mivel most a lámpák kint égnek, és valójában ez a fenti resztumfákjánk is ég, éppen ezért eddig minden tökéletes, mert hogyha ennek a tetejére ráteszünk egy ragacsos dugattyút, ami Gondoltam, hogy le fog tolni innen. Akkor, hogyha rátapasztunk egy blokkot ennek az elejére, illetve elhozzuk ide ezt a jelet, ami az időzítőnkből kimegy, akkor azt figyeld. Először is ide teszünk még egy elismétlőt, ez bele fog menni ebbe a blokkba, és a blokk túloldalán lesz a kimenet. Ami majd megy fölfele egyenesen oda a világító tornyunknak a tetejébe. És mint láthatod, amikor be van kapcsolva a kikötő teljes világítása, ezt a restroom fákja, illetve a kitolt dugattyú itt mutatja, akkor ezen a blokkon keresztül átmegy az időzítőnknek ez a folyamatosan váltakozó jele. Viszont, hogyha mi kikapcsoljuk az egész kikötőnk világítását, akkor ugyebár a piszton vissza fog húzódni, és ilyenkor itt nem megy át a jel. Ilyenkor a világítótornyunk sem fog világítani, ugyebár. Tehát ilyen egyszerű lesz ennek a dolognak a működése. Ez lesz a kapcsolója az egész toronynak. Úgy fog működni, mint egy kapcsoló. Ugyebár ezt visszateszem, az oda kell, és valóban vagy továbbítva lesz ez a jel, vagy pedig nem. Viszont akkor ezt kezdhetjük is vezetni szépen föl a lámpákhoz. Az egésznek a tetejére. Tehát elhozzuk szépen így ide, és akkor most mutatok egy trükköt neked, mivel valójában ez a resztomfákjás vezetés meglehetősen lassú lenne. Ez itt egy lassú szakasz, mert hogy minden egyes restumfákja annyit késleltet, mint egy jelismétlő, amikor így le van téve. Pontosan ezért a resztomfákjákat hanyagolni érdemes, és helyette sima jelvezetés kell. Na de, hogyan vezethetünk egyszerűen egy jelet fölfele? Vagyis inkább azt mondom, hogy kompaktan hogyan vezethetjük őt fölfele. Szóval először is húztam egy ilyen segédvonalat itt fel, valamint a túloldalon is ezt megteszem, és csiszolt küldapokat fogok alkalmazni arra, hogy egy kicsit varázsoljak itt neked. Mivel ezt itt ugyebár kiütöm, hát ne vágjuk el a jelet, aztán pedig leteszek egy lapot ide, aztán ide, aztán ide, hogyha észrevetted, akkor mindig a blokkoknak a tetejére, az egész blokkok tetejére teszem a fél blokkot, a fél lapot, így viszem föl fel ezt a kis lépcső furcsaságot, és aztán pedig egyszerűen láteszem a resztónakat. És azt a csodát figyelt, hogy fölfelé ez valóban képes működni, és valóban nem vágódik el a jel hanem nincs is fizikailag összekötve, de mégis megy fölfelé. Hihetetlen. A mesterfokomban ezt még biztosan nem mutattam be. Rendben, lassan el érünk oda, ahol már össze kell majd szűkíteni a jelet, ugyanis itt kell majd egy egész blokk, amitől visszatérünk a fákjás megoldásra, ugyanis itt már ennyire kicsi lesz a hely. Konkrétan egy blokkot hagytam erre. Ugyebár a célunk, hogy ebbe a blokkba bemenjen a jel, és éppen ezért ilyenkor egyszerűen így megoldhatjuk ezt az egészet. Rendben. És akkor ugyebár a segédvonalakat Ahogyan én neveztem őket, így le is bonthatjuk szépen. Rendben. Mint láthatod, egy kompakt és egyszerű jel felvezetés született itt most meg. Amit azért mutattam meg, hogyha a miniatűr helyen kell bekötnöd az ajtódat, a lámpádat, a bármidet, akkor az neked semmiféle problémát ne jelentsen. Na és akkor vissza a és innen viszont már muszáj ilyen formában tovább fölvinnünk a jelecskét, és akkor innentől már egy kicsit gáz van, mert konkrétan én sem férek be ezen a helyen. Hát rendben. Kibontjuk egy kicsit a dolgot, és megoldjuk valahogyan. Így, itt gyere, rendben, megy a villogó jelecske. Konkrétan már teljesen kint vagyunk az egész épületből. <laughs> itt vagyunk a legvékonyabb részében. Mehet tovább, aztán még tovább, és konkrétan beérkeztünk a világító tornyunknak az úgynevezett szerver termébe. Aminél azt kell észrevenned, hogy a piszkosul kevés hely van a lámpáinknak a bekötésére. De hát sikerülni fog, még én sem tudom, hogy hogy, de menni fog, ne aggódj nekem. Tehát így megtörténhet egy oldal a legalsó kivételével. Ezt akkor megtesszük mindegyikkel, és ezután jön a neheze, mivel tehát amikor ez az oldal villan fel, akkor a vele szemben lévő oldal is így fel fog villanni nekem, ám ilyenkor ez az oldal nincs felvillanva, tehát ide teszek még egy ilyet. Ez pont az ellentéte az egyel az alatti fákjának, illetve ennek a blokknak. Szóval éppen ezért ebből, hogyha kivezetek még egyet, akkor ezek itt valóban felváltva fognak villogni, ám feletté érdekesen, de ez így nem baj szerintem. Tehát úgy fog tűnni, mint hogyha forogna a világító tornyunk, mint hogyha a fény így átterjedne. Pedig valójában egyáltalán nem ez fog történni, tehát meg lesz tévesztve a szem. Na jó, beköltöm a szemben lévő lámpát is, hogy meglegyen mind, és itt látszik, na most nagyon jól látszik hogy egyszer világít így, egyszer pedig így, és van egy kicsi átfedés, amikor mindkettő világít. Tehát ez csak egy kicsi pillanatra, és ez pont elég ahhoz, hogy a szemnek majd kívülről úgy tönjön, hogy ha ránézünk a világító toronyra, hogy mintha a lámpa az így forogna. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez milyen lesz a gyakorlatban, ám még hátra van az alsó lámpa, amit mondjuk kiszedünk ebből a helyzetből, vagyis ebből a blogból, mondjuk ennél, hogyha most csak így bekötöm, akkor mi történik. Hát ő, egy kicsit el van csúszva, ráteszünk egy lapáttal, és azt nézd, hoppá, totál egyszerre van, rákottoltam egyet jobbal, és tessék, kiegyenlítettem úgy a dolgot, hogy most már éppen jól csinálja, ezt megcsinálom a túloldalon is, így, né. és a másik két oldal alsóját pedig megpróbálom szintén ebből a fákjából kinyerni, mondjuk akkor erre itt már jó pár lapáttal többet kell tenni, nézzük, csak háromnál, esetleg négynél, Hát ez így nem igazán akar jól működni. Rendben, b -terv, kihozzuk itt, aztán elé teszünk ide egy blokkot, és fölé pedig egy restroom fákját, mondjuk így megint meg lehet fordítva, itt megint nem jól működik, akkor egyszerűen ide egy restón, és ide pedig egy fél lap, és pont az előző megoldást használva, hát itt a lámpa miatt nem megy át a jel akkor megoldjuk máshogyan. Pedig azt hittem, hogy úgy viselkedik a lámpa, mint az üveg, mert hogy azzal működne. Viszont akkor mi most csalunk, és megpróbáljuk kiátszani, nem innen, nem azért annyira mélyre nem süllyedünk le, hanem okosan megpróbáljuk megvalósítani a kúsza tervet, ami két okból is kúsza lesz. Egyrészt mert kúszik, másrészt mert, mert tényleg kusza lesz. Szóval először is ide teszek egy blokkot, aztán át kéne jutnunk a túloldalra valahogy, hozzá így. Ide bátran ne egy restroom fákját, ez semmit nem zavar, mert fölött egy repeater van. Ezt így szépen ide felhozom, ezt így visszafordítom, vagy pedig, hogyha nem itt, akkor inkább itt fordítom vissza, és... És ugyebár már csak egyetlen egy tikkel csúszásunk van, amit szerintem tudok korrigálni egy repeaterrel. Remek! Ez az oldal már meg is van. Így, és akkor átvezetjük a túloldalra, ennek a fákjának a jelét, de nem tudjuk kényelmesen átvezetni, mert, mert arra nem igazán ad lehetőséget ez a kis tér, de megpróbáljuk. Nézzük csak, hogyha ott elmegy, és át tudok valahogyan... Az mi volt? Oh my god! hát ez tényleg kusza! Ez az igazi kusza terv kúszó megvalósítása. Az igen, az igen, mit nem tudunk a Minecraftban. az elitrával ugyebár. Na tehát. Át kéne hozni nyersen ezt a jelet ebbe a lámpába. De már most látom, hogy ez nekünk túlságosan nagy feladat. Vagy nem. Hogyha mi vagyunk a legkétszázikusabbak, akkor megtehetjük azt, hogy konkrétan átkuszatjuk a jelet ezen a blokkon, ami itt van. konkrétan ezen a blokkon, ami a jelismétlő alatt van. Ami most éppenséggel nem tudom, hogy miért fejezte be a villogását, vagy miért hagyta abba, de valami itt nagyon el lett szúrva. Mondjuk amúgy várjunk csak. Ebből a jelből még kell egy jelismétlő, meg egy resztonfákja. Csak a túloldalt. A túloldalon is egy resztonfákja, és egy jelismétlő, és be van kötve a lámpa. És tökéletes időben villan fel az alsó lámpa. Uh Hú! a, hát azért ezzel most meggyűjt a bajom. De nem azzal, hogy mit kellett itt csinálni, hanem hogy milyen miniatűr kis apró picike. Csöbb helyen kellett ezt csinálni. Hát egyszerűen nem hiszem el, de sikerült. Jól van. Bevált a kiszekúz a taktika. Tehát akkor itt kimegyünk. Atya ég, milyen magasan vagyunk. Hirtelen téli lesz mindjárt. Viszont ezt itt visszafedjük. Aztán ott van egy creeper barátunk. Meg akarja szállni a tornyot. Hát ezt nem hagyhatjuk. Elővesszük a tűzijátékainkat. Aztán pedig leszállunk hozzá. Hát miért is ne? Ez bezzeg nem robbantott fel, ha nem leesel a vízbe. Tessék! Fürödjél nyugodtan. Haha, haha. Ha. Na most próbáld meg kirobbantani bármit is az én világító tornyomból, meg a kikötőmből. Hát nem fog összejönni, bocsánat. És kivételesen a leges legjobb időpontban megy le a nap, és megcsodálhatjuk ennek a csodálatos világító toronnak a működését. Azt figyelt. Tényleg, mint hogyha forogna. Egyszerűen elképesztő. Ez a látvány ennyi szenvedés után ebben a kis kapszulában, ez kellett. Nagyon nagy szükségem volt erre a motivációra. Mivel, ugyebár, még hátra van, a mai nap egyik leges, legnagyobb projektje, ami nem lesz más, mint egy akt egy luxus hajó kiépítése. Viszont most valamiért befagyott a világítótorony annak hatására, hogy lekapcsoltam a fényt az egész kikötőben. Ja igen, hát az volt az egészben az elvi hiba, hogy a resztumfákjáknak valamilyen állapotban lennie kell itt a kapszulában és jelen esetben úgy áll az egész, hogy ugyebár ez a kettő oldal világítson, hát ez így utólag belegondolva nem feltétlen akkora hatalmas baj. Mert most gondolj bele, hát ha jönnek az illigyörök, meg a pilicsörök ostromolni engem a hajóval, akkor hadd lássák már meg először a kikötőtnek, hogy egyáltalán itt van a bázisom, hogy ne tévedjenek el. És valóban eljussanak mondjuk először is a kikötőhöz, amit, amit nyugodt szívvel szétrombolhatnak, ne, egyébként én itt lennék és megvédeném, aztán pedig hát elterelődne a figyelmük a világító miatt a hatalmas luxus villámról, ami azért jóval fontosabb. Szóval jobb, hogyha először bárki is jön erre, először a világító tornyot látja. Egyébként egy dolgot mond már meg, hogy miért van ennyi Enderman a kikötőben, illetve hogy az egész környéken. Nézd meg, belenézik a szemébe, de túl távol van. Szóval ez egy kikötő, amit tele van vízzel, ám mégis megszállták az endermenek, ami felettébb érdekes. Sőt, maguktól csobbannak egyet. Hát ez így még viccesebb. Na jó, én azt mondom, hogy kapcsoljunk lámpát ehhez a küzdelemhez. Hát szevasz, haver, mondom, ez az én kikötőm, és, és, és hey! Azért arról nem volt szó, hogy ti is jöttök, mint mondtam, ez az én kikötőm, és még a fontomok sem szállhatják meg. Az a két szegény endermen túl távol van a part, és ezért nem tudnak elteleportálni ide a stégre. Szeretem a Minecraftot, mert vicces. És hoppá! egy éjszaka már konkrétan el is telt. Tehát most, hogy ez a csodálatos világító tornyunk már készen is lett, érkezhet a luxus hajó nem máshova, mint ide. Vagyis ugyebár erre a hatalmas nagy területre. De várjunk csak egy percet, ezt a földet ide egy ilyen mikor tette le? Szóval, lényeg a lényeg, hogy most ez egy hatalmas meló lesz. Tehát gyakoroltam a hajóépítést az előző részben, viszont ezek azért közel sincsenek egy akkora gigászi hajóhoz, mint ami ide fog kerülni a jövőben. Azt nem értem, hogy miért van itt egy encsántolt íjas csontváz benne fürdőzve az én tengeremben. Hát, ami biztos, hogy itt már nem áztatja magát többet. Tehát, én a mondó vagyok, hogy készen állok a projektre, úgyhogy vágjunk is bele. Nos, hát először is vízbefújt barátunkat kivégeztem, mert hát ő nem kapott semmiféle engedélyt, hogy itt lehessen, aztán pedig belvá a hatalmas nagy munkálatokba, amelynek első lépése nem más volt, mint egy alap elkészítése. Viszont ez volt a leguncsibb része az egésznek. Éppen ezért szeretnék addig egy sokkal hasznosabb dologról beszélni közben, ugyanis ezt a videót a Generália Biztonságért Alapítvány támogatta, és én sem gondoltam volna, hogy a közeljövőben igen fogok mondani egy ilyen jellegű támogatásra, viszont most egy igazán különleges témával szeretnék, és igazán fontos témával szeretnék neked jönni, amely nem más, mint a képernyő idő csökkentése, akár számodra. Ugyanis jó pár videósársammal együtt én is csatlakoztam a Be a Good Gamer mozgalomhoz, amelyel szeretnénk megoldást nyújtani pár 21. századi modern játék problémára, vagy játékkal kapcsolatos problémára. A lényeg, hogy szeretnénk elvinni a magyar játékos közösséget egy sokkal jobb irányba, és természetesen ezzel én is tiszta szívvel azonosultam. Ugyanis megfigyeltem, hogy korunk egyik legnagyobb általános és alap problémája az nem más, mint a szem romlása. Mindenek előtt leszögezném, hogy nem azt mondtam, hogy gépezni tilos és nem szabad, valamint a telefont az ki kell dobni a kukába, hanem itt arról van szó, hogy ezt az időtartamot, amíg te nézed a képernyőt, játszol, bármit csinálsz a gépen vagy a telefonodon, azt lehet csökkenteni észszerű és okos megoldásokkal. Nekem például egy teljes évet kellett várnom arra, hogy legyen egyáltalán otthon olyan gép, amíg van lehetőségem arra, hogy minecraftozhassak. És ez idő alatt meg tudod azt tippelni, hogy az iskolában, napköziben, vagy pedig otthon szabad időnben mit csináltam? Terveztem. Terveztem egész álló nap. A türelmes várakozás egyik legjobb módja a tervezés, gondolkodással. Tehát mindig sokan kérdezik, hogy hogy lehetek ennyire türelmes a videókat tekintve, vagy lényegében bármit tekintve, amiben csak belevágtam. Nos hát azért, mert mindig képes vagyok megtervezni, időt szánni a megtervezésére annak. És azt nem feltétlen gépen teszem, sőt, szinte soha nem gépen tervezem meg a dolgokat, hanem papír alapon. Akár hiszed, akár nem, ezt a kikötőt is megterveztem korábban. Sőt, általánosban, alsóban forgatókönyveket írtam, hogy az akkori Minecraft kisfilmeink forgatásakor már legyen mire alapozni, és frappánsan menjen az egésznek a felvétele, a narrálása, a mindene. Tehát én folyamatosan terveztem, és a tervezés az gyakorlatilag nálam egyenlővé vált a kreatív játékkal nem voltam benne a játékban, nem néztem a képernyőt, nem játszottam, de mégis benne voltam fejben, hiszen elképzeltem azt, hogy mit fogok benne megvalósítani majd, és azt aztán sokkal gyorsabban tudtam megvalósítani, mint hogyha csak nekiállok játszani, és akkor majd lesz belőle valami. És ezt nem feltétlen csak várakozáskor lehet csinálni. Hogyha van a gépeden Minecraft, akkor igen, valóban, azzal te bármikor játszhatsz, akár 0-24 játszhatnál veled, de gondolj egy kicsit az egészségedre. Ülj le két pohár vízzel melletted, a székedbe, az asztalodhoz, fogj egy ceruzát és egy papírt, és tervezd meg, hogy nagyjából mit fogsz építeni, amikor elindítod a játékot következőnek. Ez az, amit az egészségedért, a szemed egészségéért már mától, már mostantól bármikor megtehetsz. Én egyébként nagyjából 5 6 koromig le voltam korlátozva napi 1 óra játékidőre, vagy egy óra számítógép időre, kivéve hétvégente. De akkor sem sokkal többel. És hozzáteszem, nagyjából eddig, kb. 6. osztályos koromig nem is volt telefonom. Tehát a számítógép időt és a telefonidőt összeadva, nálam minden nap kb. egy óra jött ki. És hogyha van telefonod és bemész a képernyő időbe, hogy megnézd, hogy pontosan mennyit is telefonoztál mondjuk az elmúlt héten, akkor meg fogsz lepődni. És gondolj bele, hogyha ezt még összeadod a számítógép idejével, akkor hogyha ilyen 3, 4, 5, 6 órák jönnek ki naponta, mert hogy ez manapság a gyakori, akkor itt az idő egy kicsit elgondolkozni és változtatni. Tehát az én bevált módszerem szerint összességében azt javaslom neked, hogy sok-sok víz, sok-sok tervezés, és akkor ezzel már rögtön tettél valamit az egészségedért, és nem is kicsit. Egyébként nem viccelek, ezek a régi fizetek megvannak még a mai napig. Réges, régi statisztikáknál pontosan megmutatják az előző, vagyis a legelső csatornám működését. Ugye bár később ez a csatorna megszűnt létezni, amikor a barátom nem a youtube-ozást akarta folytatni, viszont ez örökké egy bizonyíték, hogy 10, 11, 12 évesen mégis mennyit terveztem én. És közben bizony, bizony, a hajunk is elkészült egyébként, és szerintem valami hihetetlen lett a végeredmény, ami valójában nem is vég, hanem csak eredmény. Mivel ez még közel sincs kész. Egy dolog, hogy én egy igazi nagy jaktot jacuzzi nélkül nem is tudok elképzelni, és éppen ezért érkezik is a vízzel való megtöltés, viszont ettől még ezt a monstrumot valahogyan be is kéne rendezni, az igen, nem is tudtam, hogy a fagyjárás az képes így átterjedni. Jesszusom, hát itt mi történik? Mit nem mondjak, ezt fagyasztó élmény volt látni. Teszünk még oda is, illetve ide is, valamint ide és ide és igen, ezek miatt nem igazán tudott elterjedni. Viszont, hogyha megvárjuk, hogy még az is kiolvadjon, valamint ezek is, ú, de utálom ezt a cipőt. Na mindegy. Legyek, hogy kész a jacuzzi. Ettől függetlenül mindenképpen szeretnék erre, valamint erre, illetve még az ez alatti szintre is valamit tenni. Egyébként mi volt ez a bungee jumping, azt meg tudod mondani? Ó, oh, hogy ez itt tud dobálni. Az igen. Kérem szépen, ez a Minecraftban a levegés. Nos, ide mindenféleképpen valami fogadó irodát szeretnék berendezni, mert ez rendkívül elit. Tehát most gondolj bele, egy üveggel körülvett szoba, ez abszolút tárgyalásra, illetve pihenésre, csillelésre, megbeszélésekre, minden hasonlóra alkalmas. Aztán egyel följebb, hát itt ebben a szobában nem igazán tudok túl sok dolgot tenni, viszont valamiféle lépcsős díszítés, lekerekítés azért itt is elkél. Persze, hogy a naplementét azt innen nem lehet szépen látni, na mindegy. Sokkal-sokkal fontosabb a kilátás a napfelkeltére. Még méghozzá a tengeren. Ez azért luxi. Itt pedig egy blokk. Miért? Miért hiányzik? Tehát lépcsőkkel és lapokkal történő lekerekítés. Hát az nem más, hogy mint így történik. Oké, és na még ide is, meg ide is. Craftolunk még, aztán ide, 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 és ide. Így már perfekt, semmi kétség. Szerintem hazamegyek szőnyegért, mert akkor még luxusosabb lesz ez a helység. Vörös szőnyeg és barna szőnyeg. Azért ennél elitebb nincs. Ide is érkezhet egy ilyen lekerekítés, szerűség. Oké, illetve csinálunk még valamit a túloldallal is. Hm. Hát mit kezdjünk itt? Mondjuk speciál ezt esetleg? Á, nem, 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 nem. Inkább akkor legyen, nem így, hanem például valahogy így. Oké, okay. mondjuk speciál ennek az üvegsornak itt nem látom sok értelmét, tehát akkor lesz egyszerűen így. Perfektebb, mint hinnét. Jöhetnek a fotelek, az asztalok, vagyis asztal, mivel csak egy van, illetve a szőnyegezés. Így szerintem ez így jól néz ki. Közben egyébként megerett az eső is, illetve csoda, hogy a fantomok nem szednek szét, viszont akkor lényeg a lényeg, hogy elálljon, valamint fölkeljen a nap. És így most már a kikötünk az csoda szépen tud tündökölni. Az Enderman pedig látványosan tudja a homokot csórni. Na gyere, na gyere, a jacuzzi küzdjünk meg. Gyere, hát épész. Szóval a jaktomra mersz lépni. Aha, kezdek mindent érteni. A tudod barátom, ilyet nem szabad csinálni. A sivatagnak nem szabad homokhiányt okozni. Hát kihalnak a kaktuszok még a végén, valamint a sivatagi nyulak. Hát most nézd, nem milyen cukik. Szóval, lényeg a lényeg, hogy én brutálisan büszke vagyok erre a hajóra, illetve remélem, hogy neked is tetszik. Konkrétan egy modern háborús bombázó hajónak tűnik. <laughs> Lehet ágyúkat is kéne rá felszerelni. Na de, hogyha bejön neked ez az építmény, illetve a világítótorony is tetszik, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy ha jutalmazod a munkámat egy hatalmas nagy lájkal. Like Tudod, én elkapom mindet, hatodik haszakat. A figyelmedet pedig rendkívül hálás köszönöm mára, és akkor találkozunk az egy tekkedik mesterfokonban.